reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli. Egy érdekes és figyelemre méltó akciónak lehettek tanulni azok, akik találkoztak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület önkénteseivel, mert hogy összesen 315 áruházban országszerte 6500 önkéntes közreműködésével péntektől vasárnapig gyűjtöttek az önkéntesek a rászorulóknak. Itt van velünk a vonalban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója Nagy György András. Szervusz, jó reggelt! Nem hallunk téged. András, itt vagy? Ha nem, akkor újra tárcsázom, amíg megnézi az üzeneteinket. A másik András itt a stúdióban. Igen. No, hát megleptél. Azt írja a hallgató, hogy Hollandiában is demonstrációk voltak. Hol marad a hírból, hogy éles lőszerrel lőttek a rendőrök a tüntetőkre? Azért ez nem mindennapos az EU-ban. Lebuktunk, Laci. Mindent elkövetünk, hogy az információ áramlás gátat és hátrányt szenvedjen a műsorban. Most lelepleztél bennünket, de ezt csak egyre következtethetünk innentől, hogy jobban kell figyelnünk a maszkirovkára, hogy semmilyen hír ne jusson el a kedves hallgatókhoz. Aztán igen, csendesen tolonganak a Pest és a Keresztúri úton azok, akik Gráf hallgatóval együtt utaznak be valahova. Na, szóval Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, hogy zajlott az akció? Péntektől vasárnapig tartott, ugye ez egy ilyen rendes éves akció, mondhatjuk az Élelmiszerbanknál. Mi a helyzet most, mennyit sikerült összegyűjteni? Így igaz, ahogy mondod, rendes éves akció, de azt hiszem, hogy rendkívüli az eredmény. Három nap alatt 345 tonnányi tartós élelmiszert adtak össze a vásárlók 315 áruházban. Kalkulálgattuk még itt este, hogy ez hogy is jöhet ki. Hát percenként az országban 221 kilogrammnyi konzervet, lisztet, cukrot, akár édességet ajánlottak fel rászorulók számára a vásárlók ezekben az áruházakban. Ezeket az ünnepek közelettével fogjuk elkezdeni szétosztani a rászorulók között. Ez tök jó eredmény, én is találkoztam több önkéntessel nagy áruházban, és örültem neki, hogy azért láttam, hogy többen mentek oda hozzájuk vásárlás után, és a megvásárolt élelmiszerekből adtak. Mit gondolsz, hogy mennyire volt nehéz az elmúlt két év, mondjuk így 2019 őszétől, telétől tekintve az Élelmiszerbank Egyesületnek, meg azoknak, akik arra szorulnak rá, hogy segítsetek nekik? Természetesen rengeteg kihívással járt ez az időszak, hogy csak egy példát mondjak, egészen át kellett alakítani az élelmiszer osztásnak a menetét a Covid-nak az első hulláma során, hiszen lényegesen kevesebb önkéntesre lehetett számítani, a gyülekezési feltételek, törvények nem tették ezt lehetővé, hogy az élelmiszer osztások egy adott ponton történjenek meg, úgyhogy rengeteg embernek az összefogására volt ahhoz szükség, hogy egyáltalán eljussanak az adományok a rászorulókhoz. Azért azt gondolom, hogy helytáltunk. A Magyar Élelmiszerbank 2020-ban is 8000 tonnányi élelmiszer tudott szétosztani, közel 250 ezer embernek segíteni, ez naponta körülbelül 25 ezer kilónak felel meg. Ja, pont akartam kérdezni, hogy a mostani gyűjtés az körülbelül hány nélkülöző segít? Ez a 345 tonna, ez körülbelül 87 ezer élelmiszercsomagot fog jelenteni. Ezeket egészen január végéig fogjuk eljuttatni a nélkülözőknek, hiszen nem csak az ünnepek jelentenek úgymond kihívást, hanem a úgymond szürke hétköznapok, amikor januárban kevesebb az adomány, amikor még hidegebb van. Úgyhogy idős emberekhez, nagy családosokhoz, fogyatékkal élőkhöz, hajléktalanokhoz, gyermekotthonokban élőkhöz mind-mind fog jutni ezekből a felajánlásokból. Mennyiségben és értékben kik a legnagyobb adományozók, cégek vagy inkább magánszemélyek? A Magyar Élelmiszerbank Egyesület elsősorban élelmiszer kereskedő, kiskereskedelmi láncoktól gyűjti a feleslegeket, illetve élelmiszergyártóktól. Ugye velük egész évben együttműködünk, és a lakosságot minden évben ebben a háromnapos karácsonyi adománygyűjtésben hívjuk arra, hogy ők is tegyék meg a felajánlásaikat, ők is adjanak élelmiszert.
Úgyhogy az egész éves folyamat gyakorlatilag az főleg és elsősorban a kereskedelem szereplőivel történik, és ők azok, akik elsősorban a nap végén megmaradt pékárút, zöldséget, gyümölcsöt ajánlják fel, és az ő segítségükkel, illetve 450 karitatív partnerszervezet segítségével osztjuk szét az ország különböző pontjain. A lejárat közeli, de még tökéletesen, fogyasztása tökéletesen alkalmas élelmiszer. 400 ponton zajlik minden nap az élelmiszereknek az összegyűjtése, és most is az ünnepi időszakban, november-decemberben összesen 360 ezer élelmiszercsomagot szeretnénk eljuttatni szerte az országban nélkülözőknek. Ilyenkor ugye ez kicsit könnyebb talán, mert sok mindenkinek eszébe jut, hogy a nélkülözőket is megsegíts az ünnepi időszakban, de amit mondtál, szerintem az a legfontosabb, hogy amikor nincs ilyen, és kicsit elapadnak az ilyen lakossági adakozások, akkor mit lehet tenni, illetve hogy lehet, hogy arra is érdemes koncentrálni, hogy ne az ünnepi időszakban ajánljanak fel a rászorulók részére, mit tudom én, étolaj, cukor, hús vagy készételkonzervet. Így igaz, gyakorlatilag karácsonykor több az adomány, és aztán pedig január-februárban kevesebb segítségre lehet számítani. Mi is ezért javasoljuk azoknak a karitatív szervezeteknek, akik az élelmiszer osztásában is közel fognak működni, hogy ne csak az ünnepekre gondoljanak, hanem akár egészen január végéig osszák ezeket az élelmiszereket, és mi magunk is igyekszünk ebben az időszakban ott lenni minél több ponton. Ahogy mondtam, 360 ezer élelmiszercsomagot fogunk kiosztani az utolsó két hónapban, és a következő év elején szeretnénk két újabb kereskedelmi lánccal együttműködésre lépni, akik szintén részt fognak venni több áruházukval. Minden nap fogunk onnan élelmiszert menteni. Azt azért hadd mondjam el, hogy ebben az idei gyűjtésben a Tesco, az Aldi, az Osan és a Metro áruházai vettek részt, és rengeteg segítséget kaptunk tőlük. Nagyon jó az együttműködés. Hallgató kérdezi, hogy hány munkaóra van ebben a részletekről a begyűjtésre gondolva elsősorban? Ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek 13 alkalmazottja van, illetve 60 önkéntes az, aki folyamatosan legalább heti rendszerességgel közreműködik, de azért azt is látni kell, hogy az ország egyes pontjain a kereskedelmi láncokból, áruházakból ottani karitatív szervezetek azok, akik minden nap elhozzák az élelmiszert. Mi gyakorlatilag egyfajta hidat képezünk, egy logisztikai tudástranszfert valósítunk meg hatalmas, akár multiknak a logisztikai folyamatai és kisebb helyi civil szervezetek nek a rászorulói között, úgyhogy mindenképpen az ő közreműködésüket is meg kell említeni, tehát hogy gyakorlatilag az év minden napján ezres nagyságrendben működnek közre emberek, önkéntesek vagy akár szakemberek, alkalmazottak különböző szociális intézményektől, vagy akár csak helyi kezdeményezésektől, akik eljutatják az élelmiszert a rászorulókhoz. Egy kicsit fura a kérdés, de hát és nyilván sejtem a választ, de elég ez, amit összedobnak a lakosság és a különböző kiskereskedelmi láncok? Természetesen bővíteni mindig lehetne, hiszen ne csak azokra gondoljunk, akik egyáltalán nem tudnának maguknak élelmiszert vásárolni. Magyar Élelmiszerbank Egyesület olyan embereknek is tud segíteni, akik, hogyha kapnak élelmiszer adományt, akkor többet tudnak a gyógyszerekre, többet tudnak a gyermekeik oktatására, többet tudnak a lakhatásra fordítani, tehát gyakorlatilag nagyon sokakhoz tudna még eljutni adomány. Tegnap itt a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán is, pontosabban szombaton az egyik áruházban megjelent egy fiatal ember, aki körülbelül 40 ezer forint értékű felajánlást tett, és elmondta az önkénteseinek, hogy néhány éve az ő karácsonyuk is még az élelmiszerbanknak a felajánlásaiból úgymond menekült meg, és emiatt került élelmiszer az asztalra. De egyébként szeretnénk bővíteni, nem csak a kereskedelmi láncoktól szeretnénk többet menteni, hanem most gyújtjuk be úgymond a rakétákat, és a következő évtől kezdve a vendéglátóiparból, vendéglátóhelyekről, illetve rendezvényszervezőktől szeretnénk készételt is menteni. Azt gondoljuk, ott is hatalmasak a feleslegek, a pazarlás, és
gyakorlatilag az élelmiszerbanknak ilyen szempontból egy kettős küldetése van. Miközben rászorulóknak segítünk, aközben az élelmiszer pazarlásnak a környezeti hatásait próbáljuk csökkenteni, hiszen globálisan a klímaváltozásért felelős gázaknak a 10%-a körülbelül az élelmiszer pazarlással hozható összefüggésbe. Igen, ezeknél a típusú akcióknál itt egy ilyen gyors elosztásra van szükség, ugye? Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy nagy ilyen céges rendezvényen marad egy csomó minden, akkor ti elviszitek ezt az élelmiszert, és utána rögtön osztani kell, mert ezek romlandó ételek. Igen, ezeknek nagyon szigorú az élelmiszerbiztonsági előírás halmaz gyakorlatilag, ami vonatkozik rájuk. Nyáron csak egy példa volt olyan, hogy 2000 adag gulyás volt az, amit felajánlottak egyik pillanatról a másikra. Hát ennek a megoldása még a mi kapacitásainkat is próbára tette, sőt, nem is tudtunk megfelelni neki, de pont emiatt van szükség összefogásra, hogy az ilyen mérhetetlen mennyiségeket is el tudjuk juttatni a rászorulókhoz. Azt kell tudni egyébként még nem csak a sebességről, hanem a hatékonyságról, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek a folyamatai során ingyen vesszük át az élelmiszert, és természetesen térítésmentesen adjuk tovább. Körülbelül 30-szorosát tudjuk kihozni minden pénzadománynak az értékéből, tehát 1 forintnyi adomány 30 forintnyi élelmiszernek a mentését teszi lehetővé. Úgyhogy mindenképpen egy olyan profi folyamat, amiben szeretnénk, ahogy mondtam, újabb láncokat is bevonni, és szeretnénk újabb pontjait is az élelmezési láncnak, tehát a vendéglátást is elindítani. Említetted ezt a gulyáslevest, meglódult a fantáziám. Mi volt a legextrémebb, ami még téged is meglepett? Posírozott lazacfilé tormahabbal, vagy valami ilyesmire gondolok, tehát volt-e ilyesmi? Illetőleg a mennyiségi éhezésen kívül nagyon fontos az, hogy van minőségi éhezés is, sajnos Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy vannak jó páran, akik tudnak élelmiszert venni, de ez jó részt zsír és szénhidrát, és nagyon ritkán jutnak gyümölcsös zöldséghez. Ebben is tudtok segíteni? Mert itt azért kérdezem, mert itt viszont romlandó, és mondtad, hogy ez viszont elég problémás tud lenni időnként. Igen. Gyakorlatilag az egyik legextrémebb eset pont egy ilyen helyzetet ír le. Amikor leállt az ország a Covid kapcsán, akkor gyakorlatilag vendéglátásból, szállodákból, sőt még a közétkeztetésből is jöttek hozzánk felajánlások. Volt olyan eset, amikor egyszerre 44 tonnányi almát kellett szétosztanunk rászorulók között néhány nap alatt, szerencsére sikerült. De hogy egy példát mondjak, miközben a hétvégén 345 tonnányi élelmiszert adtak össze a vásárlók áruházakban, aközben múlt csütörtökön érkezett a raktárunkban 47 ezer darab tej, desszert, gyakorlatilag joghurt. Ennek a hűtését is meg kell oldanunk, de természetesen néhány napon belül el fogjuk jutatni a rászorulókhoz. És egyébként pedig a kereskedelmi láncoktól, ahogy mondtam, pékárut és zöldséggyümölcsöt veszünk át elsősorban. Ez valóban nagyon fontos, hogy olyan élelmiszereket is tudjunk eljutatni a nélkülözőkhöz, például hústermékeket is, amelyek nekik nem kerülne más különben az asztalukra. És hát vannak úgymond kedves történetek, de elgondolkodtató történetek olyan bácsiról, aki amikor először látott gránátalmát, akkor a következő alkalommal nem kért ebből a felajánlásból, mert a magokat kiszedte, de a többi nem ízlett neki. Egyen meg a kis ilyenek. Szívét, szegény. Sajnos vannak okay. ilyenek. Ebből azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy elvigyük magunkkal, hogy vannak emberek, akiknek egészen mások a lehetőségeik, és segítenünk kell nekik. András, nagyon szépen köszönjük, sok sikert a továbbiakban is. Figyeljük az akcióitokat, jó munkát, szép napot neked! Köszönjük szépen nektek is! Nagy György Andrással beszélgettünk, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával. Azt még elmondanám, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapján néhány kattintással lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére, és itt minden információ megvan, hogy lehet még segíteni a nélkülözőket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet.